A koronavírus járvány második hullámának kellős közepén óriási nyomás nehezedik az egészségügyi dolgozókra, akik egyelőre derekasan viselik a terhelést, és hogy ez így is maradhasson, mindenki igyekszik segíteni, ahol és ahogyan tud. Rácné Fekete Ilona egy magánkezdeményezés keretében a debreceni, ha lehet így fogalmazni, hadszíntéren szolgálatot teljesítők számára gyűjt adományt. Ez igazából egy magánkezdeményezés, ami körülbelül egy hete indult útjának. Nyilvánvalóan mindannyian benne vagyunk most ugye a koronavírusos történetben valamilyen szinten, vagy azért, mert valamelyik ismerősünk és barátunk akár a frontvonalban dolgozik a kórházakban, vagy azért, mert bármelyik családtagunk, vagy akár az ember saját maga is akár beteg és beleesett. És hát látjuk azt, hogy mindenki másképpen éli ezt meg, ezt a történetet, viszont halljuk a híradásból, hogy a kórházakban tele vannak, hogy nagyon túl vannak terhelve a dolgozók, és több bejegyzés is szól nyilván az egészségügyi dolgozóktól, maguktól, abból, hogy milyen, arról, hogy milyen nehéz napjaik vannak nekik olykor-olykor, és esetleg mi az, ami segíthetne könnyíteni azt, hogy ezt a 12 órás műszakot, vagy annyit, amennyit végigbírjanak. És hát erre jött ez az ötlet, hogy akkor a kenézi kórház, vagy akár a klinika dolgozóinak, tehát ami nagyon-nagyon tényleg most ki van téve a vírusnak, vagy azért, mert sok a beteg a kenéziben, vagy azért, mert ugye átszervezés van, és mondjuk átkerültek a klinikára az emberek, és ott azért nőtt meg a megterhelés, segítsünk nekik valamivel. Erre fogalmaztam egy bejegyzést gyakorlatilag, és hát mondhatom örömmel már most így egy hét után, hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá, és nagyon sok magánembernek köszönet az adományokért, amiket eljutott ide hozzánk. Az egészségügyi dolgozók posztjaiból kiderült, hogy leginkább időből van kevés a kórházakban, ezért főként gyorsan elfogyasztható energiaszeleteket, asszalt gyümölcsöt és üveges üdítőket szeretnének. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy házi készítésű süteményeket a helyzetre tekintettel nem fogadhatnak az osztályokon. A dolgozókkal egyeztettünk, ugye, akik ismerőseink, családtagjaink ott dolgoznak, hogy mégis mi az, ami szükséges lenne. Lázmérőt, pulzoximétert, illetve vérnyomásmérőt vásároltunk, illetve kaptunk. Ezekből vittünk be jó néhányat. Nagyon sok üveges, kisüveges flakon üdítőt, kubút, rostos levet, szívószálas rostos levet kaptunk, ami azért is fontos, mert a betegek ugye sokkal könnyebben meg tudják inni szívószából, vagy ebből a kis kupakból, mint a pohárból, amivel ugye a dolgozók adják nekik, mert ugye az külön személyzetet igényel. Sportszeleteket, energiaszeleteket kaptunk, aszalt gyümölcsöket hoztak, tehát joghurtot, pudingot, úgyhogy ezek azok, amiket viszünk, kávé van itt, úgy láttam a csomagokban, és hát persze mindenkinek, amit gondol, hoztak be tisztálkodásra is eszközöket, vagyis hát kellékeket, fürdető szivacsot, szappanokat, egyebeket, ami azért van olyan osztály, ahol esetleg most több kell, vagy nincs annyi, vagy nincs olyan. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg mindenkire rá van bízva, de olyat, ami tartós, vagy ami eláll, vagy amit tényleg az adott osztályon, vagy a betegek közt tudnak használni. A jelenlegi helyzet mentálisan, lelkileg is megterhelő orvosnak, ápolónak, betegnek egyaránt, ezért pozitív gondolatokat, üzeneteket is lehet küldeni a kórházakba. Nagyon örülünk annak, és biztatnék itt is mindenkit, mert kaptunk gyerekektől rajzolt, illetve akár felnőttek által írt üdvözlőlapot is, vagy személyes üzenetet, amit pedig azért is kértek, illetve kértünk mi is, mert hát ahogy az előbb is mondtam, ugye a látogatási tilalom van a kórházban, van, aki hetekig bent van. Olyan is van, aki egyébként is egyedülálló, tehát hogy az idősebb korosztály akár, és azt mondják a kórházi dolgozók is, hogy nagyon-nagyon jól tud esni egy személyes, egy ismeretlentől is egy biztatás, egy rajz, és kaptam már óvodából rajzokat, kaptunk a környékből, általános iskoláktól is üdvözlőlapokat, rajzokat. Ugye hát a közösségi oldalnak köszönhetően nem csak a városból, Püspökanyagból, hanem a környékről is kerestek bennünket, hiszen hát mindannyian érintettek vagyunk most ebben a dologban.
És ezt a továbbiakban is, hogyha úgy gondolják, hogy szívesen rajzoltatnak a gyermekeikkel, unokáikkal, akkor örömmel fogadjuk azt is, és természetesen eljuttatjuk őket az osztályokra, amit a betegek meg fognak kapni, akár már úgy is, hogy karácsonyra, tehát hogy konkrétan egy szeretett üzenetet, hogyha küldenek nekik. Éppen most láttam az egyik doboznak a tetején a gyerekrajzok vannak, és mondta az óvónéni, hogy nagyon kevés gyerek van, de amikor a gyerekeknek elmondták, hogy kinek kell, akkor ők úgy örültek neki, hogy bár nem ismerik azt a nénit meg azt a bácsit, akik ott fekszenek, de hogy de jó, hogy ők nekik most akkor ők örülni fognak, és a gyerekek nem is értik, hogy hogy lehet olyan, hogy valakinek nincs senkije, és csak így egy ismeretlen üzenetet kap. Úgyhogy szerintem most amúgy is az egész év erről szól, de sokkal nagyobb szükség van az ilyen lelki személyes megerősítésekre, meg ezekre az apró kis szeretett dolgokra, mert nagyon sok a depresszív, lelombozott ember, már vannak gubózva, hát igazából tényleg egy picit, ha csak pár pillanatra is megdobogtatja a szívét jó értelemben, akkor az már nagyon jó. Az adományokat előzetesen egyeztetett időpontokban a Bocskai utca 4 szám alatti címre lehet eljuttatni, mondta el Rácné Fekete Ilona. Ezeket az adományokat folyamatosan fogjuk gyűjteni. A Bocskai 4 alatt van egy irodánk az általam vezetett egyesületnek és szervezetnek, és ide szoktuk hozni vagy kérni. Általában azt kértem mindenkit, hogy telefonon egyeztessünk, és akkor amikor valaki itt van, akkor át tudják adni. Most az a terv, hogy ha az egészségi állapot is úgy engedi, akkor a következő napokban az első körös adomány az el fog jutni már Debrecenbe. Egyik része a Genézi Kórházba és egy másik része a klinikára fog menni a dolgozóknak, de nyilván vannak benne olyan adományok is, amik a betegeknek hozták be a lakosok. És utána én úgy gondolom, hogy decemberben, Mikulás karácsony környékén pedig reményeim szerint tudunk egy újabb adagot vinni, mert hát azt gondolom, hogy nagyon sokan a kórházban fogják most megfeszített a tempóban, és akár a dolgozók is, de betegek is sokan a kórházban fogják tölteni az ünnepeket. És hogyha csak tényleg picivel tudunk segíteni nekik ebben, hogy jobb legyen, akkor ezzel dolgozunk még a következő időszakban. Tudjuk azt is, hallottuk, hogy nagyon sokan és sokat, sok dolgot vittek már most akár a Tenézi kórházba is, de én úgy gondolom, hogy azért ezekből soha nem elég, és mindig van mindennek egy lendülete, és aztán lehet, hogy egy picit alább hagy, úgyhogy most tényleg, ha a jövő hét második felében ezt el tudjuk már juttatni, akkor az már segítség lesz, és hát azt gondolom, hogy azért a betegszámot is látva ez a helyzet ez nem fog hirtelen javulni, és tényleg, ahogy az elején is mondtam, azért a klinikában is mind a dolgozók, mind pedig a betegszám is egyre túlterheltebb, és ott is ugyanúgy szükség van, azt gondolom, a segítségre, mint úgy, hogy mint a, tehát nem csak ott, ahol Covid részleg van, hanem ott is, ahol az egyéb úgymond mindennapos, vagy mondhatjuk azt egyéb szokványos eddigi betegeket is kezelik. Rácné Fekete Ilona hozzátette, olyan felajánló is volt, aki nem tudott vagy nem akart tárgyi eszközt vásárolni, ezért pénzt adományozott. Mindenki magánemberként privátban keresett meg, és volt, aki egyébként személyesen elhozta, volt, aki áttalással tette meg, hogy adott egy bizonyos összeget. Ezt az összeget mi összegyűjtöttük, és ebből vásároltunk eszközöket, egészen pontosan ebből vettük a pulzoximérőket. Úgyhogy erre a jövőben is van természetesen lehetőség, hogyha gondolják, keressenek bátran engem, a kollégáimat itt az irodában, és akkor mindenre találunk megoldást. Az adományok gyűjtése tehát folyamatos. A felajánlásokat a Bocskai utca 4 szám alatt van lehetőség leadni előzetesen egyeztetett időpontban.